Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a sorozatunkban a harmadik témakört beszéljük meg, az üdvözülés feltételei, rendes és rendkívüli útjai, és még egy kicsit beszélünk az előre rendelés és az eleve elrendelés lényegi különbségéről. Az üdvözülésnek alapvetően a katolikus tanítás szerint két feltétele van. Az egyik az úgynevezett eszköz szükségességével az egyik feltétel, és ez az eszköz a megszentelő kegyelem. A másik pedig a parancs szükségességével, ez pedig a 10 parancsolatnak a megtartása. Ugye a 10 parancsolat megtartása az természetes erkölcs útján is valamilyen szinten lehetséges, mert hiszen a természetes erkölcsöt is az Isten oltotta az emberbe, és aki nem vallásos, de jó szándékkal követi a lelkiismeretét, az teljesítheti, és teljesítenie is kell ezeket a parancsokat. Hát természetesen itt ugye akkor a Istenre vonatkozó parancsokat közvetlenül hát nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, de az úgynevezett emberre vonatkozó parancsokat, tehát a 4.-től a 10. parancsolatig, addig teljesítenie kell. És majd fogunk röviden beszélni arról is, hogy ha valaki a saját hibáján kívül nem jut el a vallásos hitre, bár az Isten ismerete az természetes ésszel is kikövetkeztethető a teremtett világból, akkor az még üdvözülhet, tehát nincsenek kizárva az üdvösségből, de itt azért ez nagyon fontos, hogy az ember az tudatosan törekedjék az igazságnak a megismerésére, és akkor a hitünk szerint ugye az Isten fog adni annyi kegyelmet, hogy vagy felismeri az Istent, és hát vallásos hite lesz, vagy a természetes erkölcs alapján áldozatok árán is ragaszkodik a jóhoz. Visszatérve a megszentelő kegyelemhez, illetve annak előfeltételéhez, tehát tudjam azt, hogy van Isten, aki jutalmaz és büntet, és akarjam is a jutalmat elnyerni. És ugye önhibáján kívül, most keményebb szavakkal fogalmazva, senki nem jut a kárhozatra. Tehát véletlenül nem lehet elkárhozni, természetesen itt Júdáson kívül biztosra senkiről nem mondhatjuk azt, hogy elkárhozott, természetesen a szentekről biztosra mondhatjuk, hogy üdvözültek, ugye a másik részleg, hiszen az egyház a szenté avatásban ezeket az élet szentségeket deklarálja. Ha valaki nincs megkeresztelve, és felnőtt ember létére a cselekedeteiben súlyos dologban és lelkiismerete szerint dönt, és önhibáján kívül nem jut el a keresztségig, akkor az úgynevezett vágykeresztség révén, hogyha az Isten elé kell állnia, az Isten pozitívan ítéli meg, vagy ítélheti meg, és ha áldozatok árán ragaszkodott a jóhoz, akkor az Isten üdvözítheti. Természetesen itt a konklúzió teológikát is, tehát a teológiai következtetéseket is belevonjuk ezekbe a magyarázatokba, és hát sok esetben ugye nem tudunk részleteket, se a Szentírásból, se a Szent Hagyományból, de mégis, ha lehet így fogalmaznunk, biztosra vehetünk dolgokat, mert ahogy az előző megbeszéléseinkben szó volt róla, a helyes logikai következtetés alapján, ami a teológiában is
természetesen fennáll, ezeket kikövetkeztethetjük. Tehát, hogyha megszentelő kegyelem valakiben nincs, megszentelő kegyelem nélkül nincsen üdvösség, és ezt rendes úton ugye a keresztség révén lehet elnyerni, és ahogy itt az előbb említettem az előző mondatokban, ugye a vágy keresztség révén is. Vagy hogyha például egy népcsoport készülődik a keresztségre, ugye ahogy annak idején Mindszenty Bíboros az egyik beszédjében pont ezt hozta föl példaként, előző este már kitűzték a keresztséget, vagy előző napokba, és a magyarokra az előző este egy mongol had rátámadt, és ott lekaszaboltak sok magyart, és ezek a magyarok bár nem voltak megkeresztelve, de a vágy révén részesültek a keresztségben. Ugye a vágykeresztség az nem jelent mást, mint azt, hogy a keresztény erényekhez, vagy mindahhoz, amit a kereszténység tanít, ragaszkodunk, vágyakozunk rá. Természetesen ebben benne van a keresztségnek a vágya is, de nem csak a keresztség vágya, hanem a keresztség vágyán túl a minden keresztény elem, keresztény életvitel és keresztény tanításnak a vágya. Van itt egy érdekes kérdés, és felszokták tenni, hogy mi a hittani alapja a csecsemő megkeresztelésének, hiszen a csecsemő az nem tud magáról, még nincsen tudatánál, és akkor azt föl szokták hozni, hogy hát most akkor akarata ellenére is megkeresztelik. Hát igen, mert ugye a keresztség az törli az áteredő bűnt, megadja a megszentelő kegyelmet, segítő kegyelmeket is ad, és bekapcsol az egyháznak a közösségébe. Na most a csecsemőnél az áteredő bűn révén egy elfordítottság van, tehát akaratán kívüli állapot. És az elfordítottságából a keresztség által visszafordíthatom. Mivel az elfordítottság is akaratán kívül van, ezért a visszafordítás is történhet akaratán kívül. És ezért a csecsemőket meg lehet és meg is kell keresztelni. Régebben ugye az ősegyházban általában a tudatos felnőtt keresztelkedés volt a szokás. A vízkeresztség, a vágykeresztség, és van egy harmadik formája a keresztségnek, az úgynevezett vérkeresztség, a vértanúság. Ezek a keresztségek alkalom adtán, vagy adott esetben az üdvösség szempontjából egyenértékűek lehetnek. Mit jelent az, hogy vérkeresztség? Hát tulajdonképpen az a vértanúságot jelenti, és ennek három kritériuma van: keresztény hitért, vagy keresztény erényért, halálos kínok elviselése ellenállás nélkül. Természetesen itt nagyon fontos kritérium az, hogy keresztény hitért és keresztény erényért ölnek meg valakit, tehát nem mondjuk egy politikai eszméért, ami egyébként lehet természetesen az is egy jó képviselet, egy jó politikai irányvonal, vagy esetleg harcokban esik el, mert azt nem szoktuk vértanúnak hívni, bár aki a harcokban elesik, az mint nemzeti hős. Az ugyanúgy, ha az Isten színe elé kerül, az a nemzeti hősiességért ugyanúgy megkaphatja, és minden bizonnyal meg is kapja az örök üdvösséget, csak ez egy más kategória. A megszentelő kegyelemmel kapcsolatban tudnunk kell azt, hogy ugye a kétféle bűn létezik, ugye a súlyos bűn, vagy ugye a halálos bűn, tehát halált hozó bűn, a lelki halált hozó bűn, ez az Istentől való teljes, tudatos és akaratlagos elszakadás, és a másik bűn pedig a bocsánatos bűn, amikor tartom az irányt, csak letérek az útról, megingok egy kicsit, de azért tartom az irányt, és nem állok meg az úton. Na most a megszentelő kegyelemnek ugye az alapfoka az Isten gyermekség, tehát amit mondjuk a vízkeresztségben megkap valaki, és
A megszentelő kegyelem érdekes módon, ha elveszik, az csak egyszer veszhet el, részletekben nem veszhet el, tehát kis bűnökkel nem lehet a megszentelő kegyelmet elveszteni, mert akkor apránként el tudna fogyni a megszentelő kegyelem, tehát a kis bűnökből még, ha így fogalmazunk matematikailag, nem lehet súlyos bűnt összerakni. Viszont, hogyha valaki elveszíti a megszentelő kegyelmet, és szentjónást végez, akkor ugyanazt a fokát visszakapja megszentelő kegyelemnek, sőt az érdemeknek is. És ugye a megszentelő kegyelemre, ugye amit egy lelki alaptőkének hívhatunk, rájönnek az érdemek, amit lelki értelemben egy kamatnak nevezhetünk. A másik feltétel, ugye a parancsolatnak a megtartása, 10 parancsolat megtartása, itt pedig azt kell megjegyezni, hogy a bűnök azok objektíve és szubjektíve tekintendők. Ugye, ha objektíve valami súlyos bűn, az még nem biztos, hogy az illetőnek szubjektíve is súlyos bűne, ez attól függ, hogy mennyire szándékos és mennyire tudatos az elkövetőnek a lelki állapota meg a tudata. És ugyanúgy, ugye, ha valaki például a lelkiismeretében azt érzi, hogy ő ezzel bűnt követel, és mondjuk ez objektíven nem olyan nagy bűn, hát akkor ott is a szubjektív lelkiismeret lesz a döntő. A következőkben a kicsit még a vérkeresztséghez visszatérve, tehát a vértanúsághoz, ugye ne felejtsük el, ugye Jézusnak is, hát a megváltás az tulajdonképpen a vértanúság volt, hát a második isteni személynek a vértanúsága, és ő az ellenségeiért is imádkozott. Az ellenségeiért is, tehát a keresztre feszítőiért is, és tulajdonképpen mindenkiért, aki a világ történelemben hát bűnt követett el, tehát értünk is, és még majd az utánunk következő emberi nemzedékekért is, egészen a világ végéig, tehát ő a világnak az összes bűnét magára vette, visszamenőleg is, meg előre mutatólag is. És ezért fontos kritérium az, hogy keresztény hitért, vagy keresztény erényért, ha meghal valaki, akkor ezt hívjuk vértanúnak. Például a japán vértanúk is imádkoztak a kínzóikért. A következő kis rész, amiről újra beszélünk, az előre rendelésnek a kérdése. Erről már volt egyszer szó, és itt újra föl lehet hozni ennek a témának a kapcsán, hogy hittétel az, hogy az embernek szabad akarata van, és az is hittétel, és ez most első hallásra talán szokatlanul hangzik, hogy amit az Isten előre lát, vagy tud, azt egyben akarja is. Tehát például az egyénnek a sorsát. Na most itt valaki föltehetni a kérdést, és föl kell oldani ezt a paradoxont, hogy hát akkor aki elkárhozik, akkor azt hogy akarhatja az Isten? Például Júdásnak a kárhozatát akarta az Isten, az Atya Isten? És azt kell, hogy mondjuk, hogy ez az akarat, ez nem független az embernek a szabad akaratáról. Ez megint egy olyan kérdés, amit nem tudunk elképzelni. Nem tudunk elképzelni, de a teológiai logikából ez következik, és természetesen itt a műsoridók időnek a keretében erre messze menőleg nincsen mód, hogy ezeket elemezzük. Aki magasabb fokon szeretné ezeket, illetve mélyebb értelmezésbe elolvasni, az Schütz Antalnak a Katolikus Dogmatika című munkájába, ami digitálisan interneten elérhető, a Pázmány Péter elektronikus könyvtárban el tudja olvasni. Tehát az
Isten tudása és az akarása, ez nem csorbítja a szabad akaratot. És itt megint vissza kell térni arra, hogy az előre rendelés az hittétel, de a katolikus ellenes álláspont, az eleve elrendelés, ez viszont hibás, és ellentétben van az Istennek a lényegével is, a Szentírással is, és hát természetesen a katolikus dogmatikával is, mert ebben az esetben az eleve elrendelés protestáns tanításában az nyilvánul meg, hogy az embernek a szabad akarata nélkül, a szabad akaratán kívül az Isten egyeseket kegyelmi útra, a másokat pedig ítéletre rendel. És hát természetesen az logikailag hibás következtetés, hogy a jóság, a kiválasztottság jele, ez önmagában természetesen megállja a helyét, de ugye ez nem számol azzal, hogy például ugye a jobb lator is, hát a jobb latorról sok mindent lehet mondani, de az nem, hogy életében jó volt, tehát ő ezek szerint akkor kárhozatra lett volna ítélve, és Jézus mégis az utolsó pillanatban, tehát a megtérésével megígéri neki az örök üdvösséget ott, a kereszten, két keresztre feszített lator között, ugye a jobb latornak a viselkedése az egy bűntörlő vezeklés, a bal latornak a viselkedése viszont megáltalkodottság. Tehát számolni kell azzal, hogy még az utolsó pillanatban is történhet megtérés, és ugye természetesen azt nem tudjuk, mert nem látjuk a sorsát azoknak az embereknek, akik mondjuk öngyilkosságot követnek el, és az utolsó pillanatban lehet, hogy volt egy bűnbánatuk, és az Isten megbocsátott nekik, természetesen hát a tisztító tűzbe való szenvedés az vár még rájuk ezért a tettér, de hát mi nem ítélünk az Isten helyébe, mert nem is ítélhetünk, de ezt mondhatjuk bizton, hogy igen, ez egy nagyon súlyos tette az életnek, de mégis ez egy része a tetteinek, és sok esetben nem látunk mögé. Ezzel természetesen nem mentegetjük ki a bűnt, vagy a súlyos bűnt, vagy legalábbis az objektíve súlyos bűnt, nem akarjuk kimenteni. Júdás esetében természetesen ott más a helyzet, mert az egy ördögtől való megszállottságot jelentett, és bizony Júdás szabad akaratával engedett a sátánnak, és ott már sok előzmény utalt arra, hogy Júdás nagyon-nagyon letért arról az útról, ami Jézusnak a tanítása. És ugye az üdvösségre, tehát az üdvösségre jutásnak a két feltétele, ugye azt a halál pillanatában egyedül az Isten látja, az Isten tudja megítélni, mi nem tudunk ítéletet mondani természetesen emberi cselekedetekről, mi tudunk ítéletet mondani, de az embert végső soron az Isten ítéli meg, és hát Jézus ugye minden emberért meghalt, és ahogy mondani szokták, ugye az Isten szeretete olyan, mint a napfény. A viaszt meglágyítja, tehát a jó lelkeket azt meglágyítja, azoknak még többet ad, és a sarat viszont megkeményíti, tehát aki megáltalkodott, az csak a szabad akaratával lehet megáltalkodott, tehát véletlenül nem lehet megáltalkodottnak lenni, és hát ugye ezért is imádkoznunk kell a világban a megtérésekért, hogy adjon az Isten egy olyan löketet azoknak, akik helytelen úton járnak, vagy a megáltalkodottság útján, hogy térjenek meg, és legkésőbb a halál pillanatáig rendezzék az Istennel való viszonyukat.